Szia! Kiszi, Miki vagyok. Megvetted a basszus gitárodat, gyönyörködtél benne, majd a kedvenc dalaidat is elkezdted megpendíteni. Egyre többféle zene kezd el érdekelni, és egy banda is kilátásban van számodra. Minden jól halad, de egy bizonyos ponton megrekedsz, és magad sem tudod pontosan miért. Segítségül hívod a YouTube-ot, de a kiváló angol tudásod ellenére és a beszédekben gazdag tutoriál videók ellenére nem érzed ki magad a vízből. Ez persze nem azt jelenti, hogy ezek között ne lennének hasznosítható információ, de ezek rendszerezése és optimális alkalmazásai egy kicsit több energia befektetést igényelnek. Büszkeséget félredobva az ismerősökhöz és a fórumokhoz fordulsz segítségért. De ahogyan azt sejtetted, a legtöbb esetben egy alapos kioktatás körítésével maximum egy fél információval leszel gazdag. Tisztelet a tiszteletteljes kivételnek. Kezdőként is az idő előre haladtával én is számos hibába estem. Rest voltam az alapos tájékozódásra. Nem volt elég magabiztosságom ahhoz, hogy komolyan vegyem a basszusgitározást. Ez egy igazi vérfagyasztó horror történet, amiben most nem szívesen megyek bele, de szívesen elmesélem személyesen. Ha esetleg előfordult már, hogy kínosan érezted magad, mert egy zenekari beálláson megkértek, hogy szólaltasd meg a hangszert, és neked csak ez jutott eszedbe, eleged van már belőle, hogy a basszusgitárnak ezen területe egy ismeretlen, sötét helyre emlékeztet. Itt vagyunk, a tudat fája. Be kell mennie és szembenézni a bentlakóval. Ki lakik ott bent? A faszom tudja, én be nem megyek oda. Valamiért önkéntelen késztetést érzel arra, hogy három ujjal fogj le egy hangot. Parmigiano, amigo, espresso, italiano. Hey mambo, mambo, italiano. Hey mambo, mambo, italiano. Ez esetben tisztelettel ajánlom magam. Tisztázzuk az alapokat, ismerd meg a technikákat, szerezd magabiztosságot a basszusgitározásban. Légy tudatos játékos! Csatlakozz hozzánk, légy a csapatunk része!